Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket a Mozaik mai adásában. Egy különleges kórusról, egy ének együttesről lesz szó, mert hogy a Goldmark énekegyüttes is fellép majd szeptember 25-én a Petőfi Kult nevezetű rendezvényen, és hogy mit is kell tudni erről az együttesről. Annyit elárulhatok, hogy a történet már évekkel ezelőtt kezdődött, de a részleteket majd az egyik tag, Palotai Árpád fogja elmesélni, akit nagy szeretettel köszöntök. Én is köszöntöm a nézőket. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm. Szóval létezik ez a Goldmark énekegyüttes, amely, ha jól tudom, úgy indult, hogy azért nevet nem olyan könnyen találtatok. Ez így van. Az együttesnek a léte az igazából 2017-re datálódik vissza, amikor is Miker Oland barátunk azt mondta, hogy hát kéne egyet énekelni, és elkezdődött egy szervezés, egy koncertszervezés, ami a Szent Mihály templomban volt 2017 telén. Akkor még név nélkül énekeltünk együtt, aztán egy-két év szünet, majd újra felmerült az ötlet, hogy mi lenne, hogyha folytatnánk ezt a dolgot, mert olyan jól sikerült tényleg, és akkor 8-an összejöttünk, és azt mondtuk, hogy jó, csináljuk tovább. Választottunk magunknak egy nevet, illetve hát kaptunk a Rolandtól egy névjavaslatot, Goldmark Károlynak a nevét, és azt mondtuk, hogy rendben van. És Goldmark Károlyról, ha jól tudom, akkor azt lehet tudni, talán Sopron keresztúron született, meg zeneszerző, de ugye sok szállal kötődik Sopronhoz, vagy kötődött. Így van, nagyon sok szállal kötődik Sopronhoz. És egyébként majd ezen a bizonyos szeptember 25-i rendezvényen szerintem róla is lesz szó, Goldmark Károlyról, de annyi mindent még ne áruljunk el, mert én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy azért 8-an jó hangú énekes, Sopron környéki lakosok összeállnak, hát ez nem egy egyszerű történet, vagy nektek ez így könnyen jött? Maga az összeállás, az összeéneklés, az viszonylag könnyen megy. A dolognak a nehézségét az adja, hogy ez a 8 ember össze tudjon egyáltalán jönni. Azt tudni kell, hogy mi nem vagyunk profi énekesek, mindannyian, majdnem mindannyian amatőr énekesek vagyunk, talán csak a Drüsszler Edit az, aki profi énekesnek mondható közülünk. Mindannyian amatőrök vagyunk, mindegyikünknek van egy amatőr foglalkozása, ami idő, ugye nyilvánvalóan. És akkor ezeket az embereket, az idejüket úgy kell összeszervezni, hogy össze tudjunk jönni próbára. 8 ember, 8 család, mindenkinek van már gyereke, szóval nem egy egyszerű történet. Maga az összeéneklés az egyébként megfelelően. Na, ezt akartam kérdezni. Teljesen könnyen megy igazából. Nagyon jól egymásra találtunk. Na, ezt akartam, hogy a hangok azért összejönnek egymásra, kiegészítitek egymást. Így van, tehát szerintünk jól szól a Goldmark énekegyüttes már most is, de azt soha nem szabad elfelejteni, hogy ez egy művészet, ezt az emberek sokáig, hosszú évekig tanulják az éneklést, mint műfajt, és nekünk is ezen az úton tovább kell lépnünk, úgyhogy igen, van tervem még további fejlődés ezen a területen is. Nem plusz emberben, hanem hangminőségben. Mesélj kicsit arról a stílusról, vagy azokról a művészeti ágakról, amiket ti képviseltek, mert hogy szerteágazó a repertoárja a Goldmark énekegyüttesnek. Ez így van. A kórus irodalom, az a kora reneszánsztól egészen a kortárs irodalomig terjed, és ebből mi mindegyikből ki szeretnénk venni a részünket. Nincsenek preferált időszakok, amikből szeretünk műveket válogatni. Én magam jól érzem magam a régi zenében, de a jól megkomponált, élvezhető kortárs zene is a kedvenceim közé tartozik, és szerintem így vannak ezzel a többi kórus énekegyüttes társaim is. Mindannyian szeretjük a jó zenét, a hallgatható zenét. Ennyi. Tudunk egy-két előadót vagy művész kiemelni, hogy például miket énekeltek? Szeretjük például Thomas Louis Victoriát, ha a régi zenéből kell válogatni. Szeretjük Mendelssohnt, hogyha a romantikából kell válogatni. A barokk zeneszerzők közül is vannak számosan, akik kedvencek. A kortársak közül kicsit nehezebben válogatok, megmondom őszintén, de ott is vannak, akiket szeretünk. Ilyen nagyon új, nagyon menő?
Ezt most így nem tudnám megmondani, megmondom őszintén. Vannak terveink olyan kortársaktól műveket énekelni, akik még velünk vannak, és akiket, akikről kevesen tudják azt, hogy kórusműveket is írtak, de énekeltünk Szokolait, aki kortársnak mondható. Énekeltünk ausztrál zeneszerzőtől, Kathleen Rose-tól művet, vagy amerikai zeneszerzőktől, ma is élőktől, szóval vannak kedvencek itt is. Hogy néz ki az egész folyamat, amikor összejöttök 8-an, akkor a már meglévő darabokat gyakoroljátok, gondolom én próbáljátok, de mondjuk, hogyha van egy új ötlet, akkor felveti, valaki bedobja a közösbe? Így van. Van egy közös chat csatornánk, oda beérkeznek vagy YouTube videók, vagy kották, egyszer csak megjelennek, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk ezt elénekelni, és van úgy, hogy sikerül, van úgy, hogy nem sikerül. Így keletkeznek az új művek, így kerülnek be a repertoárba. És még azért kanyarodjunk vissza egy kicsit arra a kezdetre, ami az nagyot robbantotta, ugye az összeállás, az a csapat, amikor elindult az úton, ugye? Akkor az nagyon sikeres koncert volt. Ez egy nagyon sikeres koncert volt, erről van egy belső CD felvétel is, és mindannyian nagyon szeretjük. És most, ha jól tudom, az a cél, hogy minél több helyen megmutatkozzon a Goldmark ének együttes. Erre jó alkalom például szeptember 25-e, amikor egyéb iránt a Petőfi Kult nevű rendezvénynek ad helyet a város, és ti veletek, ha jól tudom, kétszer is találkozhat majd a közönség. Így van, egyszer a Petőfi téren a színház előtt fogunk szerepelni a színpadon, másrészt pedig kicsit később egy kapuhajban fogunk megnyilvánulni a kedves közönségnek. Hogy készültök? Milyen műsorra? Ez egy érdekes kérdés. Megmondom őszintén, amikor megkaptuk ezt a felkérést, hogy Kult Petőfi, ez egy nagyon kemény dió. Mert mi abból indultunk ki, hogy akkor már azt a korszakot kéne megmutatni, ami Petőfihez kapcsolható, és a kórusirodalomban bizony nagyon nehéz abból az időszakból mai fő számára is jó és énekelhető darabokat felmutatni. Hál' Istennek van nekünk egy névadónk, akit úgy hívnak, hogy Goldmark Károly, aki többé-kevésbé kortársa Petőfiéknek, és az ő kórusra írott darabjaiból is fogunk válogatni műveket, kisebbeket, nagyobbakat, magyarul, németül. Ez a másik nehézség egyébként, hogy abból az időszakból magyar kórusműveket találni, az kicsit nehézkes, mert nem volt annyira preferált nyelv akkoriban a magyar. De fogunk válogatni természetesen régebbi korokból is, és újabb korokból is, csak azért, hogy megmutassuk a Goldmarknak a színességét. És egy koncerten csak ének van, vagy hangszerekkel is segítenek titeket, vagy is? Hangszeres koncertre eddig egyetlen alkalommal került sor, amikor egy barokk művet énekeltünk, ami orgona kíséretes volt. Ez volt, ha jól emlékszem, az egyetlen darab. Igyekszünk, mint énekegyüttes, egy egész koncertet kitölteni pusztán a kapella művekkel. Ez egy 40 perces, 45 perces koncert erejéig, ez egy jól járható út. De hogyha az ember egy igazán nagy koncertet szeretne, mondjuk egy másfél órás koncertet, amihez amúgy a komoly zene rajongói hozzá vannak szokva, akkor azt bizony hanggal bírni az elég nehéz, úgyhogy ott már vagy szünet kell, vagy közreműködőre van szükség. Ilyenkor nagyon jól jön egy hangszeres közreműködő, aki önállóan is meg tud nyilatkozni a különbségnek. Igen, akár ilyen koncertet is el lehet képzelni, mert ha jól tudom, akkor nagyívű terveket szövegettek a jövőre nézve, és nem csak mondjuk a magyar településeken, meg itt Sopron környékén, hanem a határon túl is szeretné megmutatni magát az énekegyüttes. Ez így van, vannak terveink. Ezekről még nagyon bővebben nem szeretnék nyilatkozni, vannak hosszú távú terveink, és vannak rövidebb távú terveink. Ezek között természetesen fellépések is szerepelnek, mind Magyarországon. Erről már nyugodtan beszélhetek, szeretnénk ismét egy adventi koncertet, egy karácsony előtti koncertet, ami most már talán hagyományosnak is mondható a Goldmark részéről, amennyiben erre lehetőség volt természetesen. És vannak külföldi ambícióink is,
hogy menjünk külföldre énekelni. A hosszú távú terveink között számos más dolog is szerepel, nem feltétlenül közvetlenül az ének együttessel kapcsolatban, hanem mással kapcsolatban, de ezek még annyira képlékenyek, hogy erről még konkrétumot nagyon nem tudok elárulni. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb most szeptember 25-i fellépés. Ott kívánok nektek szép emlékeket, illetve nagy közönséget, meg a további tervekhez is minden jót. Nagyon szépen köszönöm Palotai Árpádnak, hogy itt volt. Nagyon szívesen. Illetve, hölgyeim és uraim, köszönöm önöknek is a figyelmet. Ne felejtjék, tehát szeptember 25-én a Petőfi Kulton is ott lesz a Goldmark ének együttes. Én minden jót kívánok önöknek, viszontlátásra!